volt a legnagyobb változás a Fehér Orosz meccshez képest, mondjuk például hadrendben, felfogásban? Mitől volt ez ennyire másabb, mint a szerdai? Hát igazából az, amit mondtam, hogy nagyon egybe voltunk. Tehát megbeszéltük azt, hogy kinek hogyan, merre kell mozognia, ugye a szélsők hogy tereljék befele, vagy kifele az ellenfelet, hogy hogy zárjuk le a területeket előttük, és ez látszott is, hogy amikor a két belső védőnél volt a labda, nagyon nem tudtak mit kezdeni. Tudtuk azt, hogy az ő bal oldaluk nagyon erős, a bal hátvéd állandóan jön föl, a bal szélsőjük is nagyon jó egy az egyben, ezt ki tudtuk őket venni, tehát nagyon leminimalizáltuk ugye az ő veszélyességüket, és agresszívak voltunk. Tehát ez az, ami hiányzott a Fejér Orosz meccsen is, hogy az az egy az egy elleni agresszivitás, ugye, amit a Gulácsi Peti is mondott, ugye, ami kell nemzetközi szinten, hogy megnyerjük a párharcokat, és nálunk legyen a labda. Első fél időben birtokoltuk is a labdát, lehetőségeink is voltak gólt szerezni. Én azt gondolom, hogy helyzetek alapján vezethettünk volna. Nyilván a másik fél az egy ilyen 50-50-es. Másik fél idő volt, nem volt sok helyzet, és három ilyen kicsit vicces gól született a mérkőzésen. Nyilván szomorúkodunk az eredmény miatt. Én azt gondolom, hogy ebben a meccsben sokkal több volt, és sokkal többet is tettünk, mint az elmúlt mérkőzéseken. Az első fél ugye egészen jól sikerült, szerintem jól játszott a csapat. Nem nagyon engedtünk az ausztráloknak olyan lehetőséget, amiben veszélyesek tudtak volna lenni. Előttünk adódott több helyzet, aztán ugye a második fél időben kicsit agresszívebbek lettek az ausztrálok, feljebb jöttek, már nem hagytak minket annyira szabadon játszani, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy teljesen döntetlen szagú mérkőzés volt. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és hát ez mondom, az elmúlt időszakban nem volt ránk jellemző, tehát ennek nagyon kell örülni, és a jelenlegi helyzetünkben ezek az apró kis dolgok most nagyon kellenek, hogy önbizalmat szerezzünk, mert mondom, az eddigi teljesítményünk az nem adott bizakodásra okot, de ez is csak egy mérkőzés volt. Szeptemberben jönnek a tétmeccsek, ahol megmondják az igazat, hogy jók vagyunk, vagy nem, az lesz a lényeg. Így jó pályára lépni, de ezen a mai meccsen is igaz volt az, amikor ilyen gólokat kap az ember? Hát nyilván nem. Főleg egy utólag tényleg nagyon, nagyon rossz volt ezt így megélni, ugye nyilván főleg engem az első érintett rosszabbul mondhatni, mert ott úgy éreztem, hogy háríthattam volna, hogyha arra számítok, hogy el fog jönni a labda, és ugye nagyon közel jött a Vinihez az a lövés, és emiatt nem indultam el korábban. Aztán miután már érzékeltem azt, hogy ő nem fogja ezt a labdát tisztázni, ezután próbáltam megvédeni. Kicsit, mint ha megült volna a labda, ahogy lepattant, úgyhogy sajnos emiatt nem sikerült. Viszont pedig már a tét mérkőzések következnek. Hol tart a csapat, miben kell még előlépni, ti ezt hogy látjátok? Én azt gondolom, hogy ma sikerült játékba kicsit előrelépnünk. Végre már birtokoltuk a labdát, többet volt nálunk, tudtunk lehetőséget kialakítani, ebbe kell még többet, meg még racionálisabban, goratörőbben játszani, illetve a lehetőségeket jobban ki kell tudni használni, hiszen nem mondjuk akkor a csapat, hogy elbírjuk azt, hogyha nem bírjuk be a helyzeteket. Hát azt gondolom, hogy az első fél idő most már egy javulási folyamatnak volt talán a része, hiszen tényleg az eddigi mérkőzésekhez képest jobb játékot nyújtottunk, többet tudtuk birtokolni a labdát, meg tudtuk bontani helyenként az ausztrálok védekezését, úgyhogy ez mindenképpen pozitív lehet a jövőre nézve. Nyilván a védekezésünknek pedig még határozottabbnak lenni, még konkrétabbnak lenni, és akkor biztos vagy benne, hogy a két mérkőzésekre már nem fogunk ilyen dolgokat. Hát igen, jobban néztünk ki, de igazából ez semmit nem jelent, hiszen a tét meccsek lesznek, amikor majd megkapjuk az osztályzatot. Láthattuk, most sokkal kompaktabbak voltunk, sokkal jobban egybe volt a csapat, mint védekezésben, mint ugye a kontratámadásoknál, hiszen sok lehetőséget, illetve pontrogásokból is veszélyesek voltunk, tehát sokat fejlődtünk már az előző meccshez képest is, úgyhogy van még mit fejlődni természetesen, hiszen azért volt egy-két olyan hiba, amiből veszélyeztetett az ausztrál válogatott. Úgyhogy ezeket majd át kell néznünk, és tényleg menni kell tovább, sok volt a pozitívum. Nyilván örülünk, mert végre nem
kaptuk meg azokat a kritikus hangokat, amik eddig hát megillették azok a jelzők a mi játékunkat. Most igen, egy halványnyival jobban néztünk ki, de ezt kellene állandósítani, mert egy-egy ilyen mérkőzés nem jelent semmit. Ez folyamatosan kellene hozni ezt az alapot, hogy sikerüljön utolérni a nemzetközi mezőnyt.